Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánok! És most az RTL Klubon Budapestről ez az esti showder Fábri Sándorral, Kuzbert Péterrel, Luandával és a showder Bente. Ma este a legkalvésabb magyar zenész 2005 hangja először az RTL Klubon, itt a showderben Gáspár Laci. Aztán a világ egyik legerősebb embere és egy soha nem látott Guinness rekord kísérlet. Jön Nick Ata. És a showder stand-up színpadán jön a Showder Club, a jövő legnagyobb humorista sztárjaival. Hölgyeim és uraim, az esti Showder budapesti stúdiójában már 174. alkalommal, immár 9. esztendeje, még mindig az ország egyetlen showmestere, Fábri Sándor. Sőben címmel. Hallhattak egy kis betét jelenetet. A mai 174. alkalommal szokásunkhoz híven humor, bombonok, petárdák, labdacsok, rakéták, röppentyűk, nyirrentyűk, sürrentyűk, nyilvessző. Miért nem szólnak, hogy ilyen szó, hogy sürrentyű valószínűleg nincs is? Mindezt nem mondhatjuk el például a betyárkörtéről. Mi lehet az a betyárkörte? Milyen irányba menjünk? Van elképzelés? Elmondom, hogy a betyárkörtének a kiült változata az a labanc tallér. Paksi bogyoró! Ahogy tetszik mondani! Tehát a magyar népnyelv, ugye, ha esetleg a szőrös segzet partján egy-egy kis szarcsimbók megjelenik, ezt betyárkörtének nevezi. Ennek a kiült lapos változata a labanc tallér. Hát kérem, ennyit a magyar nyelv csodálatos rejtelmeiről. Meggyőződésem, hogy ezt más országok nem tudják, vagy csak nálunk lényegesen kevésbé árnyalt mértékben. Kón beszél a Grünnel. Azt ide figyelj, Grün, üzlet van, küld föl a fiadat. Jó. Kis Grün fölmegy, azt mondja a Kón. Hát én már régóta gondolok arra, de most megérett a helyzet. Itt van az én lányom, a Ráhel, el kéne venni feleségül.
Szóval ne, Kombát, de nem, hát annyira csúnya, hogy mikor megszületett Kombátyám, és hónapokig csak egy bottal merte piszkálni. Azt mondja, hát nézz oda, itt van 50 000 dollár British Petrol részvényekben, ezt most kitenném az asztalra. Szépül egy kicsit a menyecske, azt mondja, ne kíván tőlem, hát ez a Ráhel, hát ez maszk nélkül jár busójárásra, hát ez rettenetes, hát ez valami borzadály. Azt mondja, nézz oda, hát van egy részem egy részbányába, 200 000 dollár, kiteszem ide a paketteket, hát szépül a menyasszony. Azt mondja, ne, hát ez lehetetlenség, hát borzasztó csúnyaságú emberről van szó. Ide figyelj. Elalok neked egy titkot. Neki olyan szűk a madárkája, mint egy forintos. Na itt a gyerek megtörik. Megtörténik a lagzi, nász éjszaka, másnap hívja a Grün a Kont, azt mondja, ide figyelj, Kón, hát becsaptad te az én fiamat. Azt mondja, mire gondolsz? Azt mondja, hát te lányodnak, azt mondja, nem, hogy nem olyan szűk a madárkája, mint egy forintos, de olyan tág, mint egy 10 forintos. Ide figyelj, Grün. Hát kaptál 35 000 dollár British Petrolt. Kaptál 200 000 dollár részbányát. Hát most nekiállunk 9 forinton vitatkozni. Egy klasszikus inflagranti eset. Nyílik a kapu. Asszonypajtás a hálószobában egy férfi emberrel mulatja az időt, aki történetesen nem a férje, hisz a férje az, aki éppen oson befele. Láttunk ilyeneket. Hát mondja neki, hogy hát drágám, itt ez egy teljesen váratlan malőr, fogd a cuccot, télak tépli ki az ablakon. De hát zóg az eső, nem érdekel, kituszkolja az ablakon a csávót a ruháival, aki belepottyan egy maratoni futó menetbe. Hát úgy gondolja, hogy a legkevésbé feltűnő, ha felveszi a ritmust. És így elkezd kerázni, és hát mellette egy ilyen fejpántos régi matador, azt mondja, maga is minden évbe fut? Szóval igen. Az is minden évben mesztelenül fut? Szóval igen. És minden évben így viszi a ruháját? Szóval igen, utána a kocsiba fölöltözködöm. Mondja, és minden évben óvszerbe fut? Nem, csak ha zuhog. Az öreg székely haldoklik. Kérdezik, hogy orvos látta már tata? Nem, szeretnék természetes halállal meghalni. Hát kérem szépen, gyanútlanul néztem a televíziót. Ugye erre a kis jelenetre, amiről most szó lesz, utaltunk bevezető tánckompozíciónkban. Én először tényleg azt hittem, hogy ami a Petőfi szobor előtt történik, az valami ilyen tánc kompozíció. Ugye? Tehát álltak, ugye nem gondoltam rögtön, hogy Mary Poppins a Bér középben, ugye? Vagy Chip and Dale Show az angyalbárban. Ugye? Egyébként ritka az az előadás, ahol még el se kezdődött, már tojással dobálnak. Ezek tulajdonképpen nem hobbi esernyők. Ezek szolgálati esernyők voltak. Ugye? Tehát, ahogy valaki mondta, tojás elhárító defenzív műveleti eszköz. Isteni volt, ahogy a tojások kezdtek egyre gyorsabban, egyre sűrűbben röpülni, úgy tértek el a koreográfiától, tehát egy picit ilyen absztrakt volt a dolog. Nekem az volt a benyomásom, hogy van benne ilyen infravörös tojáskövető, amelyik ugye meg tudja különböztetni a nyers tojást a keménytől adott esetben. Az egyike, mint hogyha egy kis tomfa is lett volna, egy ilyen tomfa nyél, ugye? Tehát becsukja és oszlat rögtön vele, ugye lehet dömöckölni, tehát egy ilyen two-in-one. Hát kérem szépen, hogyha ezt a március 15-ét itt tudtuk megoldani, hát én a május 1-jére nem ismerek gondolni. De hát mi lesz itt húsvétkor? Hát a csarnokokban már ilyen fülhallgatós emberek figyelik a tojásvevőket. Csak a fiatalok kedvéért mondom, amikor még nem volt fénymásoló, és minden március 15-e előtt az összes írógépet lelakatolták, de a stencilgépet azt feltétlenül, nehogy a nem kívánatos gondolatok terjesztése, mint 12 pont, nemzeti dal és egyéb ilyen rettentő, uszító, felforgató, tartalmú disznóságok stencilezése és osztása ugyebár megtörténjen. Tehát az az érzésem, hogy jövőre a dobó képes tojás tojó tyúkokat is le fogják lakatolni. Egyébként nyilvánvaló, hogy a piacon is meg fog jelenni a dobó tojás.
Ugye, tehát úgy érzem, hát ahogy a helyzetet látom, lesz erre fogadó készség, és hát nyilván a piacnak erre csatlanos választ kell adni, és kielégíteni a dobálók igényeit is, ami egyébként nem helyes. De hol a metró, Gabi? Ha? Hát hol a metró, Gabesz? Ezt négy cikluson keresztül. Szóval, hogy mondjam, hát azért egy csajnál háromnál többször én se adtam el ezt, hogy a csillagokat is lehoznám neked az égről, vagy édesanyámra emlékeztetsz, nem? Hát azért ezeket három után már abba hagytuk, meg hát az értelmesebb csajok már mondták, hogy Sanyikám, ez már megvolt, most már újuljál meg. És négyszer el lehetett adni ezt a metrónokedlit, ugye, amiről majd még mindjárt lesz szó. Én nem tudom, nekem budaházi letartóztatása is egy kicsit ilyen humorisztikus volt, ő gyakorlatilag egy szőke parókába Terry Blacknek öltözött, hogy március 15-én ugyebár ne tűnjék fel. Lényegében rendben volt, bár én, mint egykori Andrássy úti lakos és adófizető állampolgár, nem örülök annak, amikor az antik telefonfülkéket húzkodják az Andrássy út közepén. Hát miért nem állott egy tomfás? És mondja, hogy ezzel a kezeddel fogtad meg a telefonfülkét. Puff! Ugye, hát azt ott onnan el kell távolítani, bár ahogy lebontották a Balettintézet álványzatát, azért az költészet. Szóval egyszerűen azért van remény. Egyébként, hogyha a parkoló óradíj beszedést, ez most egy középfokon értelmetlen szó volt, amit mondtam, de értik. Ha ezt ilyen perfekten meg tudják szervezni, 5 percet késel már 2 zacsi van rajta, és a tiedet is fogják. Tehát, hogy mi, akik ezt a parkolást ilyen brilliánsan meg tudjuk szervezni, az jó lesz majd a Párizs-Dakkar, majd indul innen. Kerékbilincsből. Az erős lesz, mi fölállnak ott a dzsippek éjszaka, paf, mi az anyádba, hova mész, Dakkarba, faszom, érted? Onnan indulni azért majd kövérgázzal azért az nem lesz érdektelen, na mindegy. Ennyit a Párizs-Dakkarról. Most azt mondják, hogy a rendőrökön már csak, hogy volt azonosító, szerintem legalább 4 kelljen. Szerintem még a bugyiukba is bele volt hímezve, tényleg a fejükön minden, sőt állítólag néhányan 4 is adtak egész egyszerűen, miután lezavartak 1-2 fülest. Na mindegy, sietek leszögezni, és nem a tévesen értelmezett politikai korrektség mesdjéjén, én azokat a rendes kínai kereskedőket, vendéglősöket kedvelem, főztjüket eszem, 2500 forintos farmerjukban úgy járok, mintha arcom Delon, testem Stallon volna. A rendszerváltásig az élethalál kérdése volt, hogy Lévisbe járjunk, ez most már nem érdekes. Dockhouse, ez egy nagyon jó kínai márka. Dockhouse, komolyan, teljesen jó, marha jó. 10 000 forintból a kínai boltba fölöltözöl. Jackie, bakancs, minden teljesen korrekten. Én a hamisításoknak is nagy barátja vagyok, sikerült egy olyan márkás, egy kis cicakaki. Csak hogy nem betyárgörte. Na elég az hozzá, hogy Kínában sikerült, igen, North Face. Ugye azt nagy pénzért adják. Egyébként ezek mind távol-keleten készülnek, én elmondanám, csak ráteszik, hogy North Face, és utána azt mondják, hogy 48 000 forint plusz áfa. Na, ott sikerült egy North Face jacket vennem 10 dollárért, hát ebből azért következtetettem volna, hogy azért nem veszek egy top modellt, 2 sarokkal később megkaptam volna 3 dollárért, de semmi jelentősége. Na most elmentünk egy kisebb kupacot megmászni, szóval nagy dologra ne tessék gondolni. Átizzadtam, mint a disznó, és a pólóm, alatta volt egy fehér póló, az is piros lett, a piros polárbéléstől, és az egész testem. Tehát gyakorlatilag mesztelenül vehettem volna Tempó Mikulásnak. Annyira. De azért az én Doni barátom felhívta a figyelmet arra, hogy jóból is megárt a sok. Egy néprajzos 2050-ben, amit önök még megélnek, én már nem. Nem? Nem. Egy néprajzos 2050-ben elmegy puszta sár Egresre. És megkérdez ott egy atyafit. Nem énekelne nekünk valami régi szép betyár nótát, Licsüen Hubácsi?
kicsit belettek ide szorítva egy cseppet. Egyik haverom a Fradiba úszott, és ott volt ilyen Fradi jubileumi vacsora, és annyira sűrű voltak ültetve, hogy csak minden második tudott enni. De a sportolók ezt megszervezték egy pillanat alatt. Á, előre hajol, nokedli! Vissza! Saláta! Van kérdés? Jó a frizurám, én is örülök neki. Az ember tulajdonképpen ilyen lusta és kényelmetlen, tehát apám az ősszel beköltözött egy zakóba, és abban lakott tavaszi. Nem tudta anyám rávenni, hogy akkor most a briefkót, a fésűt, a cipőkanalat, a jegyzetet, a nem tudom még miket, különböző rejtélyes dolgokat ő áttegyen. De van egy kis égési sérülésem, mert piros egy ilyen hajegyenesítővel. Nem, mintha nem lenne egyenes a hajam, szóval én ezt nem is értem. De ez a nőkben ez egy édes dolog, hogy nem jó nekik sose. Ugye? Kegyet például gyönyörű hullámokat gyötört bele a hajába. A másik meg a sima divat, az meg a hullámos haját legyalulja. Tehát nincs konszenzus, ugye? Nekem például nem volt olyan barátnő, pedig régóta vagyok a pályán, aki a mellével elégedett lett volna. Ez hihetetlen. Hogy a nem túl nagy a mellem, mondom, ne. Hát azért ne szórakozzál. Nem, hát ő a perspektívába gondolkozott, ugye, hogy hát a nagy mell kétélű fegyver, hát én ezt mondhatom, ugye, mert amíg benn van, ugye, addig minden rendben, de ha kibontod és a hónajból kell így föllaskázni. Hát te sajnos ilyen kegyetlen az élet, ugye? Klein, aber, oho. De hát gondoltam, ez majd a férje problémája lesz, én már ezt az állapotot nem várom meg, hanem... Ugye, hát ezt primér állapotban lekaszáljuk, és az viszont a miénk. Ami meglep, úszodai tapasztalatom, és nem tudom ennek mi az oka, lányok, hogy rengeteg fiatal narancsbőrös nő van. Pedig nem is fideszesek. Nem szoptatja az anyjuk őket már eléggé, vagy fölragadt a robébi, vagy a tápszer, vagy szóval nem kapják meg a cuccot, nem? Nem valami. Sikerült a malévot is eladni. Nem nagy pénz, 200 millió, nézőpont kérdése, orosz. Én egyébként az oroszokkal való kapcsolat ápolásának nagy híve vagyok, most, hogy elmentek, már minden lehetséges, ugye? Földrajzilag ők nem kerültek messzebbre, no elég az hozzá, a malév orosz tulajdonba kerül. Na most ez nagy gáz, mert eddig, mindig, itthon a malév volt az év légitársasága. Na erről most le kell mondanunk. De ugyanakkor lehetnek előnyök is, ugye a rövidebb, két óránál rövidebb utakon lehetnek állóhelyek. Egy apró probléma lesz, hogy a Budapest-München járat Krasztojarszból indul, de semmi jelentősége, mert lesz reptéri minibusz, csak 3 hét. Budapest-Párizs számlával 45 ezer, számla nélkül 35 ezer. Nem tudom, hogy értesültek-e róla, exhumálják Houdinit. A híres magyar származású szabaduló művészt, akiről film is készült, könyvek is, mi egymás. Hát az igazi az lenne, élve jönne elő, tehát nekem akkor lenne azért, szóval akkor arra azt mondom, hogy hello man. Szóval az azért kassa volt. Na most annak idején Nagy Butterrel nem lehetett művészt nézni. Azt mondja, hogy csinálja? Hát mondom, nagymama, hát ha tudnám, akkor én állnék ott. Nagy Butert nem lehetett leállítani, megelégettem, mondom, mama, ez varázslat. Ez egy varázsló. Á, fiam, hadd el, huncutság van ebbe. Na, ugye, mondom én, de ő. Na, de hogy csinálja? Nem tudom, figyelték-e, ha már így érintettük az időnek előres, hátra történő, szeszélyes múlását. Isteni volt, azt egy pár éve hallottam a dagályba, a másik kabinból. Szóval, Lacikám, egy kicsit nem figyelsz oda, és már szalad is az élet. Gyönyörű, újpesti, ez egy zen buddhista szöveg, ugye, mint Lincsi apát, ugye, a 9. században írt mindenfajta baromságokat, és Lincsi apát ott megkérdezték, hogy mi a teendő világ vége esetén. Azt mondta, azt nem tudom, de a reggelit be kell fejezni. Na most, ahogy látom, Lendvai Ildi egy időgépbe került. Tehát most már annyi a botox, hogy most hát teljesen kislányos. Tehát, hogyha a copfját így ketté vonnánk egy katicás pampogóval, egy katicás csipesze mehetne óviba. Tehát teljesen... Legnagyobb gondolkodóktól, Ferenc testvértől ismét hallhattunk valamit.
Nem, annak idején Sztálin még a nyelvészeti tanulmányokat is írt. Minden. Tehát minden hozzátartozott, mint hát ugye, ha volt abszolút illetékes elvtárs, az mégiscsak Sztálin volt. Na, drága Ferenc testvérünk azt bátorkodta mondani a művészetek a műpába, hogy az 1848-as forradalom az tulajdonképpen reform volt. Na most ezért általános iskola hatodik osztályában megbuktatnak sikítva, de nem baj, lehet, hogy az volt. Én ilyet nem mondok. Hát ezt most én ugye mindig próbálom a Ferenc testvért megérteni. Én csak ez nem mindig sikerül. Próbálok az ő fejével gondolkodni. Néha szörnyű következtetésekre jutok. De ez egy más dolog. És próbáltam átgondolni a magyar történelmet, mint reformok sorozatát. Koppány felnégyelése, a kormányzati kommunikáció megreformálása. Tatárjárás, a bevándorlás politika átgondolása. Dózsa György megégetése, büntetőjogi reform. Mohácsi csata, drasztikus létszámleépítés a hadseregben. Az aradi 13, a felső vezetés átalakítása a honvédségnél, végkielégítés nélkül. Ezt szinte nem lehet elmondani, de elmondjuk. Trianon, radikális közigazgatási reform. 1956 sem forradalom. Reform. Nagy Imre pajtás megreformálta a Rákosi pajtást, miután Sztálin pajtást megreformálta a Ruscsov pajtás. Kádár pajtás pedig fellógatta Nagy Imre pajtást, mert eleg lett a pajtáskodásból. 50 évvel később böszme reformerek támadtak a védtelen reformrendőrökre, akik védekezéséből agyba főbe reformálták őket. Pár tucatnak a szemét is kireformálták a fejéből, a reformesernyős főpolgármester legnagyobb örömére, aki nyomban reformdíjakkal tüntette ki őket. Diósgyőri bal középből újabb filozófiai értékű, ha tetszik, zen-buddhista történet érkezett, amely nem is történet, csak egy mondat. 2-0-ra vezetünk, de lehet, hogy nyerünk. Legnagyobb. Van egy ilyen műsor, hogy zuhanyhíradó, és a kaposváriak azt hiszem éppen nyertek. És jön ki a kaposvár játékos a nyakában egy törőközővel, és megy oda a riporter, és hát ő meg, ugye hát nyertek, majd ő egyből ugye nyilatkozni fog, hízik egy picit, és kérdezi a rosszindulatú riporter, hogy hát a meccs folyamán kapott 22 paszt, és egyet nem tudott kezelni. Manu Schiller van. De ez így történt. És! Ez volt a válasz. Apukám, hát ha újra 22-t tudtam volna kezelni, akkor most a Chelsea-ben lennék, nem a Kaposvárba. Valahol a Nyírségben volt egy futballmeccs, szurkoló egy pici alkoholos befolyásoltság alá került, és a következőt ordította be a pályára. Vállalkozik valaki a dekódolására? Tehát ilyen kicsit morze jellegű dolognak. Lefordítom, mit ítéltél? Átálltál? Ismét elvesztettünk valakit, és hát most már ez hagyomány, ugye, bár Hanvas Béláni azt mondta, hogy hagyomány nem lehet teremteni, hagyomány az van. Mi mégis ezt tesszük, elvesztettünk egy nagyszerű embert, Kaszás Attilát, akivel én egy olyan másfél évvel ezelőtt találkoztam, vagy talán kettő a műpában, egy csodálatos kis feleséggel, aki várta az ő jancsikájukat, és nagyon ritka látni két ilyen boldog embert. Tehát nem mondtak semmit, ott álltak, várták a csodát, és a boldogság az így gurult le róluk. Hát idézzük fel őt egy sóderbeli kis szlovák dalocskával, és önöknek meg azt mondom, hogy keressék a boldog ember társaságát, és akkor önök is boldogabbak lesznek.
Kanadě, tam u nás v přízemí, tam scházeli tam farmáři, tam u nás v přízemí. A mezi nima můj tata u piva se dável a tu moju najmilejšu hrál. Jo, tato, jo, já jedu tam, můj tato byl farmář. Jo, tato, jo, já jedu tam, můj tato byl farmář. Szoktam mesélni Dodi barátom kedves alkalmazottjáról, Lacikáról, aki néhány nappal ezelőtt közölte főnökével, aki az én Dodi haverom, azt a főnök. Hétfőn később jövök, azt a miért? Aztán át kell állítani az órát, és én nem bírok háromig fönnmaradni. Látták Somb Lajost a Balázs Show-ba? Azt mondta, ami mozgott és meleg volt, megdugtuk. Ha nem mozgott, de meleg volt, azt is. Amit most szóvá teszek ebben, semmi humoros nem lesz. Szomorú lesz. Drámai. Bementem egy plusz, pix, pex, max, mux. Valamilyen ilyen szuper-hiper marketba. Hatalmas zöldségpult. Mi szemszájnak ingere. A találós kérdés úgy hangzik, hogy mennyi is milyen magyar terméket találtam. Én nacionalista geci. Mit találtam? Én állat. Mit? Egy dolgot találtam. Hervatag zöld erős paprikát, ami Szegedtől nem bírta ki idegileg, hogy felérjen Várpalotára. Olyan volt, mint a pécsi kesztyű kisújja. 20 év után, vagy tudnék más analógiákat mondani. Ugye reggel, amikor a kakaska, hogy az hunnyadós, ugye? Nem, hát, nem, hát, ugye úgy be van egy picikét hömbölődve, ugye már egy picikét. Na, ilyen paprikát lehetett kapni, ezen kívül minden külföldi. Hogy Argentinából a cseresznye, hogy a kurva anyjába tudott úgy ideérni, hogy szép állapotban van, ezt nem tudom, de az kell nekünk. Argentin cseresznye az reggel, délbe, este 4523 forint plusz áfáért. Az kell. De nekem, igazából nekem a kaput, tehát gyakorlatilag amikor a labanctallér mozgolódni kezdett a nadrágomba, azért ez egy gyönyörű szó. Nem merték még, nagyon hamar nyomtam be, hogy még el se kezdődött a műsor, már megint a szarcsimbókok, szóval láttam, de azért volt az volt a más is, meg lesz is, ugye, de láttam így a jobb érzésű nézőkön, és hova kerültünk, mindegy, nem érdekes. Nekem a labanctallér akkor mozdult meg, amikor megnézem a sárga répát. Honnan jön a sárga répa? A labancoktól. Osztrák, ott tartunk 2007-ben, hogy ízetlen ám, de gazdagon mérgezett, ízetlensége folytán hagyományos húsleves készítésére csak korlátozottan alkalmas, osztrák sárga répát lehet kapni. Fűzzük ide Dodi barátomnak egy filozófiai megjegyzését. Sanyikám, a régi lányok úgy tudtak főzni, mint az anyjuk, a maiak pedig úgy isznak, mint az apjuk. Hát kérem szépen, említettem, hogy a metróra még egy picit visszatérünk, mert hát minden jel szerint sikerült itt egy picikét a nadrágba, hát egy betyárkörtét így elhelyezni, egészen konkrétan. Ugye hát kiderült, hogy nincs meg a pénz. Nincs meg. Se a kormány nem ad, se az EU nem ad. De lesz, metró, mindenképpen lesz. Mert mi van az mindenképpen? Én már azt se értem, hogy miért kell ilyen mélyre tenni. Most nem viccelek, hát ez annak idején a háború miatt kellett. Hát ez Moszkvában is egy óvóhely jellegű háborús beruházás volt, és Londonban is. A 4-es metrót el sem kezdik, hanem eleve metrópótló buszok járnak a vonalán. Ugye, mert akkor lehet, van itt, mert van, hogy ne, nincs anyját, hát itt a metrópótló busz, hát az anyja lenne metró, hát persze, hogy van. Vagy a szentendrei hévet halomsíros technikával, ugye, mint egy cikkurát betemetik.
Hát mégis valami van. Hogy ne mondják azt, érted, hogy 30 éve nem sikerült egy centiméternyi metrót se építeni, még a fúrópajzsok sincsenek itt. Vagy legalább kompenzációból lehetne egy metró áruházat építeni a Calvin tér alá. Vagy pedig a keleti és a kelenföldi pályaudvarok között közlekedő taxiban állandóan metróslágerek szólnának. Ülök egy rózsaszín kádban, nem? Hát esetleg. A mozgó lépcsőkön az biztos, hogy a lépcső állni fog. Projektorokkal a falra lehet vetíteni a száguldást. Miért nem elég a kéregvasút? Hát a faszomnak kell lemenni Vakondba. Hát minek? Hát minek? Hát ez egy agyrém. Metró, metró, metró. Hát nem kell. Nem kell. Oda kell állítani a brazil gépsort egy lapáttal, öpperára, öpperára, öpperára. És utána be kell fedni. Jó napot. Szóval... Hölgyeim és uraim, ma este a Sóderben itt lesz egy régi ismerős, aki az ország legerősebb emberének mondhatja magát. Legutóbb 2 darab utasszállító repülőgépet tartott vissza, ma este pedig újabb világcsúcsot készül felállítani. Az erőember Nick Árpád! Sóder klubunkban, avagy stand-up comedy rovatunkban, avagy állj ki és nyomd, jön a fiatal humorista generáció egyik legnagyobb tehetsége, még én se ismerem, de ajánló kollégáit figyelembe véve valami jó portékát kapunk itt mi ma este, Beng Dénes! És ahogy ígértük, elfogadta meghívásomat, és ezzel első ízben tűnik fel az RTL Klub képernyőjén az utóbbi időben botrányairól elhíresült úriember, az ország egyik legnagyobb hangja, Gáspár Laci! Most 174. alkalommal is Kuszbert Péter üzi a Sóderbendet, illetve fakultatíve Luandát, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerre. El a Sóder stúdióba, és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az ország első számú karaoke sztárját. Ha nem mindennapi énektudással és annál is több exhibicionizmussal rendelkezel, és szeretnéd elvinni az 1 millió forintos fődíjat, várjuk jelentkezésed. Esti Sóder, a nagy karaoke bajnokság. Nem sokára itt, az RTL Klubon. Hát nekem már van üvegzsebem. És ezen üvegzsebem egy kiváló férfiú munkálkodása folytán van, akit Fülöp Attilának hívnak, és azt kell mondanom, hogy az üveg zsonglőrje. Szeretettel köszöntelek, parancsolj, foglalj helyet. Attila, lényegében, amit rendelnek tőle, azt ő elkészíti, itt számtalan pegazus, krokodil, teknős béka és mi egymás található. A műcíme hárfázó. Melyek voltak azok, amelyeket szerelmeseknek készítettél, ugye? Ez a nyuszi fejű katica. Nyuszi fejű katica, ugye? Tehát az üveg szabadsága... Nagyon kedvesek, hogy velük vannak, és külön köszönjük. Tehát olyan fokú empátiával figyelnek, gyakorlatilag nem látható tárgyakat, hogy ez már a fekete mágia forrás vidéke. És hogy hívták a kedves hölgyet? Nyuszi Bogár? Vagy? Nyuszi Bogár. Nyuszi Igen. Bogár, és akkor te választhattál volna szarvas bogarat is, csak te éppen egy katicát választottál, aztán volt itt még valami... Van szívecskés sárkány, ezt a rendes anyósok kapják, és hát miután mindenki az, így gyakorlatilag a lángot okádó sárkányok nem is igen fogynak. Igen? Ő micsoda? Ő bocipók. Mert azt, hogy valaki most bocipókot kérne, szóval én mondjuk ennek az eladását homályosan látom. Tehát én nem hiszem, hogy 20 éve vagy a pályán, hogy úgy egynél többen kértek volna bocipókot. Nem? Jól látom. Tegnap készült a most látható csodálatos állat, Tündérmackó.
Ez az én aladár kutyám, ugye a Bubinak a fia. A bundázatának ezeket az apró kis darabjait, ez szinte így tincsenként kellett fölrakni, ez hosszabban tartott, mint Szekeres Imre hajbeültetése. Ugye ezt itt meg kellett csinálni. Most van valamelyik állatkertbe Tileó, vagy ti oroszlán és tigrisnek a, ugye, keveréke. Ez a jó, ha mindenki egy szinten van informálva, akkor áll be ez a dolog. Mi az, hogy sese? Na várjunk, hát az, hogy minden kóborkutyának a nagypapája denevér, az egy más dolog. Ugye, tehát ilyen fülekkel rendelkeznek. Én úgy tudom, bocsánatot kérek, akkor ezt rögzítsük, ez tigris és oroszlán házasságából született, egy ilyen tigris testű és oroszlán külsejű állatocska. Na kérem szépen, ezt minek nevezzük? Ez gázlámpa? Ez egy Herbert Arnold-féle készülék, direkt erre a célra kifejlesztett. Igen. Próbálom után is oxigén keverékével működik ez. Igen. Na most itt van, felszabad ezt venni? Nem. Persze. Van itt egy pedál. Csak nehogy rányom, mert fodrászathoz nem értek. Mindenkosan tedd le az oxigén. Egy picit. Úgy. Beállítom a kívánt lángminőséget. Azt mondta, hogy meg gondoltam, hogy egy jénait kilukasztanánk, és lenne jénai tésztaszűrő. Ez volt a tegnapi találmányom, gyerekek! Gyerekek, jénai adényből tésztaszűrőt! De mondta az Attila, hogy ezt nem lehet, mert az már túl nagy felület, ugye, és az szétmegy. Ezek már bonyolultak. Adj egy üvegrudat, hát annyi volt tegnap. Itt van, tessék. Itt van. Gyerekek, minden háztartásba akad otthon egy Arnold Josephson de Bunzen. Rettenetes gáz-oxigén pisztoly palack ágyú. Gyerekek. Ilyenkor gyakorlatilag a teljes közösséget elvesztem, mert ez csak nekem okoz örömöt. De nekem viszont jelentősen. Na próbálok, tegnap nunchakut készítettünk. Gyerekek, üvegből húsvétra. Körmeneti nunchakut lehet készíteni. Átadom neked a terepet. Hívjuk fel a figyelmet a védőszemüveg használatára, ügyere, hogy hallássérülést szenvedjünk. Na én közben megmutatom ezt a két türelemüveget, gyerekek. Hogy mi történik benne, hát azt annyi csatornán látjuk. De hogy került bele, gyerekek? Most eleve miért fiúkat fényképezel? Tehát én már ezt se értem, de mindegy. Szóval én azért beszarok rajtatok. Akkor. Az egyik egy ilyen palacposta, egy erotikai palacposta, ugye, a hajótörőt üzeni, hogy mit szeretne. Akkor. Hát erre én már így nem vállalkoznék, tehát. Na, fogom tudni erről akkor egy jó képet adni? Na mindegy. Van benne két erotikus figura, slusz, hogy a picsába dugtuk ezt bele, Attila? Mindjárt megmutatom. Jó. Kell egy szobafestőnőgyógyász szakma is hozzá. Miért? Szobafestőnőgyógyász? Kulcsokon keresztül kitapétezni a lakást. Jó, kérlek szépen most. Ja, ez egy ilyen nyers üveg. Ez egy félkész üvegedény, amit szintén ugyanebből az anyagból készítettek. Én most nem fújjatok ebbe egy kicsit bele, mi történik? Hű, ez mell... Járjál, megfoghatom én ezt? Közben szegény Attilát frász kerülgeti, ugye? Ó, de ja, ezt tudom, áj, de szép! Áj, de szép! Jó bab, holtig danol, mondtam. Mondta drága édesapám. Ilyen. És közben így, aha, tehát ezen húzod be. Gyerekek, és benn van a figuránk. Tá szép figura. Milyen figura ez? Mert csak fél lába van? Vagy még ez egy kérdőjelen áll? Mi jut eszedbe róla? Konkrétan a baszás, de hogy ez a figura mit csinál? Mi lehet, hogy sokan dolgoznak együtt egy ilyen műhelyben? Mi? Oda nézd, de érdekesen csinálsz. Utána csináljuk egy pinát. Azt nem lehetne? Nem lehetne ennyi? Nézd, az már egész közel vagyunk. Ó! Oh. Hol? Oh. Ó, oh, és így meglapkázod.
ez gyönyörű. Gyerekek! Valahogy megálljon itt a kérdés. Ő, de gyönyörű. Megáll, mint az SZDSZ vidéken. Most belenyomod a lágy... Aha. Azt tudom úgy. Jó, ide jó. De mi ez komolyan, most ne hülyíts, ez egy táncoló figura? Te mondd, és ezt lehet vára is venni, ezt a gépet? Még nem próbáltam. Nem azért kérdezem, csak... Nem, mert... Szépen körbe melegítem. Hát gondolom, ez a pajzsot is át... Ez átviszi egy az egybe. Ja, kipróbáltad? Háló, háló, Gergi, jó? Terrorista. És ezzel a... Aha! Ott belőle megkarcoljuk, hopp, már le is pattant. Tehát gyakorlatilag egy üvegvágó. Igen. Hát először most már ezt megemlítettük, ezt nekem hoztad? Az konkrétan neked személyre szóló. De mi? Ez egy patka? Ja, hogy... Ó. Nem érdekes, vezetem az ügető amatőr listát. Mindez, hanem tényleg nem akartam ezt. Nem akartam ezt szóba hozni. Nem érdekel. Nem akartam ezt szóba hozni. És abba a dzsanál... Ó! Szájon csókolhatlak, Attila. De tényleg aranyos vagy, hát ezt most csak a poén kedvéért mondtam, ez a drága Attila beletett ide egy ügető pacit egy kis kocsiba. Jó, fújjunk gömböt. Szeretnéd? Igen. Akarom gömböt fújni, szeretnék, gömböt fújni, szeretnék. De lehet, hogy el fog hozzád jönni. Na nem kell félrejteni, üvegezni. Fújj a gömböt. Majd a szádra vigyázz, hogy el ne vágj. Van egy barátom, ő mindennel tud sört nyitni, többek között videó távirányítóval. Azért ez hoppáré. Te is? Csinálom sörnyitó verseny. Akkor vannak még ilyen hülyék, jó van. De jó, kaptak napszemüveget, vagy hoztak, jó? Vagy így válogatták ki önöket. Hogy mondták, hogy napszemüveges köcsögök, elsősorban gyerünk! De ez csak szeretettel értem. És forgatni. Csak tartsd meg. De összenyomom, mert én Tarantella vagyok. Innen? De nézd, micsoda a csavart kompozíciót csináltam, mi? Hoppá, csak lesz ebből valami még a végén. Miért? Hát, amit óhajtottál az elején. És akkor belefújunk. De szerintem már kihűlt, nem? Azért. Jobban meg kell melegíteni. Magadottan nem szólok, majd rájössz. Ez a peting. A gyerekek! Fülöp Attila, nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen, ennyi volt már a Design Center. A Schöder vonal száma a képernyő alján látható. Hölgyeim és uraim, pillanatokon belül belép a Schöder stúdiójába első ízben az RTL klubon. A konkurencia üdvöskéje, az ország egyik legnagyobb énekhangja, egy igazi megasztár, Gáspár Laci. Fiatal nézőink kedvéért ma is lesz stand-up komédia, vagy állj ki és mond. Bemutatkozik az egyik legtehetségesebb fiatal humorista, egy igazi dumagép a Schöder klubban, jön Beng Dénes. Mindennapi erőprodukciókat is láthatnak ma itt a showban, hiszen vendégül látom a világ egyik legerősebb emberét, aki ráadásul csodálatos, érző szívvel bír, aki, ha minden igaz, egy kart hegyével az önök szeme láttára el fog tolni egy autót. Jönni Kárpád! Innen folytatjuk déli PH érték után, ne menjenek messzire! Love the lonely wife. Your kind of the years, and they will be fair. We'll stay here.
pontyod, ez nekem újdonság, ez mióta? Jó, most nekem nagyon tetszik. Azon, hogy örülök, hogy megnőtt a hajam. Igen? És nagyon sokáig akartam, én már kiskorom óta, csak mi a göndör, így nem így nőtt, hanem felfelé. És akkor ilyen mikrofon forgó volt. Ja, és már olyakat mondtak, hogy paróka van rajtam, meg így. Igen, látom itt a lemezborítón is éppen itt egy ilyen rasta. Ja. Rasta, szeretem, mert jó kállós. A szöveségen küldi neked. Ez, mi ez? Mi úgy hívjuk, hogy herőke, amúgy sörege fánk. Kiváló. A kedves feleségednek nagyon szépen köszönjük, aki nem csak kitűnő herőke készítő, hanem egy kisgyermekkel is megajándékozott téged, aki most... 4 éves. És 4 éves. Miriamnak. Honnan jött ez a név? Hát, nagyon különleges nevet nem szerettünk volna, mert... Nagyon különlegesen... Nagyon különlegesek, mint Júli, ugye nem akartatok. Nem olyat. Nálunk főleg ott a faluban, ott a szappanoperákból mindenféle név van. Hozi Armando, meg mit tudom én, Felícia, meg mindenféle név van. Biblia név is ez. Ez egy héber név, és nekünk nagyon tetszik ez. Úgyhogy... No, hát meglehetősen sokat szerepelsz, sokat dolgozol, olyannyira, hogy a torkodon egy kis TMK-t végre kellett hajtani, ha szabad így mondani. Remélem, hogy sikerrel járt, vagy mit mondhatunk erről? Sikerrel járt, itt vagyok. Na jó, hát még nem énekeltél, ugye? Ja, fogok mindjárt. Igen. Mennyi ideig nem szabadott beszélned? 10 nap. Hogy kommunikáltál? Fütyültem. Félig. Azt lehet, ugye? Azt lehet, de annyira rossz volt, hogy már nem beszéltek, nagyon-nagyon rossz, nagyon. De az, hogy mondjuk drágám készítenél egy rántottát, ezt hogyan lehet elfütyülni? Nem tudtam elmondani. A kislány is például... Hogy vagy? Nem? De ez nem volt jó, látod, mert azt nem úgy kérdezett, hát hogy egy... vagy? Nem így kérdezett, hanem így kérdezett, hogy vagy? Így kérdezett. És a kislánynak például mondtam, hogy... Kislánynak nem szokása becsukni az ajtót a WC-be, amikor WC-zik, és akkor mindig rászoktam, hogy csukd be az ajtót, és akkor meg a... És akkor tudta, becsukta az ajtót. Nagy dolog. Na, hát gratulálunk, ezt esetleg ajánlhatjuk másoknak is, ha ilyen helyzetbe kerülnek. Azt tudom rólad, hogy énekelni mindig is szerettél, ugye? Igen. Tehát már gyermekkorodtól. Az hogy volt, hogy az iskolában időként rajtaütésszerűen felálltál és énekeltél egy strófát, vagy egy sort, vagy hogy volt ez? Én azt hittem, hogy ezek a dolgok mindenkiben ugyanúgy vannak. Mik ezek az ezek a dolgok? Az, hogy bennem mindig megy a zene, most is megy. Ja, hogy a fejedben van egy MP3-as lejátszó. Igen. Mondhatjuk így. Igen. Hogyha egy olyan részhez értem, így mondjuk matekórám, vagy dolgozott, bármi, mindegy, hogy mi volt. Ha olyan részhez értem, hogy az most volt egy nagy rész, az ki kell énekelni, akkor én felálltam, hiába voltak, ami fel. Everybody dance now! És akkor visszaültem. És akkor... Hát azért itt az iskola vezetésnek mondjuk hát némi megértéssel kellett ez iránt. Nem, hát szóval kifogsz mondjuk egy neccesebb tanárt, ugye, hát az akkor esetleg pszichiáterhez utal, nem? Hogy a gyerekét izeg, mozog, rakoncátlan. Mondok, hogy jó, Gáspár úr, köszönjük szépen a produkciót. Mennyi, ez ment tovább minden. Ez jó lehetett, és utána A4-szer plusz B4-szer, vagy nem tudom. És apukám... Nagyon-nagyon beteg volt már akkor, és mióta én az eszemet tudom, azóta nagyon beteg volt, annyi betegsége volt, hogy elég lett volna egy foci csapatnak. Ő volt az egyetlen olyan ember, aki a legelejétől fogva bízott bennem, és a kis nyugdíjában megvette nekem az első basszusgitárt, úgyhogy először nem adták meg hitelre, és ő nagyon bízott bennem, és nagyon örülök annak, hogy azt megélhette még, hogy látta azt, hogy már jó helyen. És hát legalább ugye mondhatod, hogy a talentumokkal jól gazdálkodtál, ugye, tehát nem hiába vette ezt neked ezt a gitárt, és hát mondjuk méltónak lettél rá. Apu vett nekem a lengyel piacon egy magnót, és az a magnó, olyat tudott, már abban is szerencsém volt, különben mindig szerencsém van, hogy az a magnó, akkor még nem volt ilyen feltalálva, hogy ez a karaoke funkció, hogy leveszi az énekesnek a hangját. Igen. És akkor ez a magnó valahogy nem tudom, hogy tudta az, hogy véletlenül, amikor egyik avatára vette a másikra, levette, és nem kellett mikrofon se, hanem csak így ráénekeltem, és felevette. Igen. És én már akkor így gyakorolgattam, és mutogattam a haveroknak, kérdeztem, hogy na ismered, hogy ki ez? És mondja, Michael Jackson. És mondtam, hogy nem, én vagyok, meg Chris Cross, meg Bobby Brown, meg mit tudom én, és akkor, mikor nem vették észre, nekem az volt az első sikerélmény, hogy fú, akkor lehet, hogy tehetséges vagyok. Külföldre is eljutottál, hova, kikkel, milyen esetleges kudarcokkal? Ja, én csak jól emlékszem. Jártál Hollandiában is. Igen, ott is. Meg is tréfáltak egy picit. Hát én nagyon szeretem a süteményt, és kint voltunk, és ott voltak ismerősök. Mások is voltak Hollandiában a közönség soraiból, úgy jó, érzem. Tehát, hogy a sütemény az önmagában nem egy annyira humoros dolog, hogy valaki jó. Szereti a süteményt, de már ilyen lágy gurgulázás nem, indult be. Nem mondta senki nekem. Az sem volt nekem pucsot, más nem kért. Örültem neki, hogy megettem az egészet.
Megettem az egészet is, például ment egy Eminem szám, és én Britney Spears-t hallottam benne énekelni. Meg az, hogy csak egy pár szót tudok tényleg angolul, meg így próbálgatok, meg tanulgatok egy kicsit, de hát én nem ismerek még azt a pár szót is, mikor olyan helyen vagyok, elfelejtem. Biztos tudja más is, hogy milyen nagy amikor izgul, meg minden. És végig angolul beszéltem, hogy értették-e, vagy nem. Sőt, amikor oda mentünk a szállásadókhoz, egy nagyon kedves magyar családhoz, ott is nekik is, a magyaroknak is angolul beszéltem. És még a haveromnak mondtam, hogy te most már este van, itt gyerek van, meg minden, most már csend legyen. Viszont nem akarunk szentelni, örülünk, hogy befogadtak, és kiderült, hogy ordítottam ezt. Azt hittem, hogy súgtam. Ujjjj! A másnap mondták meg, hogy valami spice... Idézőjelben főszeres, ugye? Az. Tehát egy kis vidámságot az. Sikerült, ugye bele építeni. Ugye, hát Amsterdamban van egy másik kedves hobbi, ott a hölgyek ugye a kirakatba ülve meglehetősen közvetlen direkt marketinggel kínálják magukat. Oda is eljutottál, de az érdekel, hogy ez a süti előtt volt, után vagy alatt? Úgy emlékszem, hogy előtte, de már én azt sem tudom különben. Van helyek, hogy a piros lámpák vannak, benne vannak a nők a kirakatba. Az ott a látványosság. Meg a papucsok, még vannak papucsok. És akkor én voltam a haver, az még így egyik nekem, hogy de jó az a csaj, és küldött neki egy csókot, és közelebb értünk, láttuk, hogy manus. Az így annyi elég volt. Hogy... Vigyázni kell, kérlek szépen. Hogyan kerültél a Mecsek Rallyre? Meghívtak, de nem énekelni, hanem hogy üljek be egy versenyző mellé, megyünk két kört, kétszer is vizettek, mint egy hakni. Csáho, meg Lada, egy VFTS, most már tudom, hogy VFTS. Beültettek, jól mondom, Lada. Mi az, hogy VFTS? A Ladának a legkeményebb változata, és az olyan, hogy ezt a alumínium... Lada már alapjáraton is elég kemény. Igen, de már úgy indult el, hogy amikor van az a ringispin, az a legkeményebb, az a break, vagy mi annak a neve, hogy már úgy indult el, hogy én még ott maradtam, de már mégis ott voltam elő, és amikor már fékeztem volna, akkor ő akkor adta a gázt, amikor én már balra akartam volna kanyarodni, akkor húztál jobbra, és úgy kanyarod, csúszom, minden, egy két kerék, minden. Mentem hazafel, bízol autómmal szépen, és egy pár nap múlva hiányzott. Azt vettem észre, hogy én is nyomom neki, és miért nem megy. És azt akartam érezni, hogy én is úgy menjek, meg hogyha majd mellém valaki beül, el tudjak én is úgy indulni, hogy... Szóval megfertőzött a rally feeling. Nagyon, és amit az ember nagyon szeret csinálni, azt így valahogy el tudja valahogy sajátítani, mert még csak 2,5 éve van jogosítványom, de már a 100-ból az 5. lettem a mezőkövesdi reptéren. No! Honnan a vonzódásod a sportcipők iránt? Ami azt hiszem, hogy nagyon régi, és sőt egy márkában, amit most nem említettünk meg, hát a gondolok így egész konkrétan, abban te vérprofi vagy állítólag. 13 évesen elmentem a nyári szünetbe dolgozni, nagy növésű voltam, azt hitték, hogy 16 éves vagyok, vagy 18, mindegy, és megkerestem rá a pénzt, az elsőt megvettem, és utána már nem adtam alá, mindig elmentem dolgozni, mindig csinálni, úgyhogy én anélkül már nem vettem fel más sportcipőt. Ez annyira speciális, hogy mikor bejöttél, én azt hittem, hogy szerencsétlennek, nem tudom, rüszttörése van. Tehát már ez ilyen szinte gyógyelemeket vett fel. Ez kosaras cipő, én nagyon szeretem ez a kosaras cipőt. Ja. Hát akkor várjál, annak bokának is, akkor annak hát magasnak igen, kell lenni. Magasabb. Hát nem annyira. Igen, zoknis. Én voltam az egész megyébe, abból kerestem egy plusz pénzt. Legrosszabb cipőket megvettem, kimostam, és ilyen kis darabokból is, ha kellett, összeraktam. Volt olyan, hogy 41-es volt a cipő, és 39-eset kértek, és megcsináltam 39-esnek. Mennyire vagy hívő ember? Én nekem van egy ilyen elképzelés, nem szeretném azt elmondani, hogy most ilyen egyház, vagy olyan uh-huh. gyülekezet, uh-huh. vagy ilyen felekezet. Nekem az a lényeg, hogy valaki ismerje Istennek az igét, meg keresse Istent, meg próbáljon úgy élni az életébe, hogy lelkiismeretesen, meg az, hogy ha tudja azt, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor próbálja mindig úgy csinálni az életét. Szóval abból látszik meg, hogy ki milyen hívő, hogyha ahogy cselekedik. Nem az, hogy ki mit mond, meg ki nem mit az, mond. Hogy így van, ki hova jár. Így van. Némi megdöbbenéssel hallottam rólad, vagy nyugodtan mondhatunk irigykedést is, hogy spárgát is tudsz csinálni. Hát amikor meglátom azt a filmet, hogy véres sport, már előtte a Bruce Lee-ba is bele voltam szédülve, de még a Vanda, ami még jobban. Igen. A spárga, meg a táncot, minden nagyon-nagyon tetszett az egész. És én addig-addig erőszakoskodtam otthon, így a két fotelt így széttettem, addig-addig, hogy nem mentem le játszótér a gyerekek közé, hanem addig-addig nyújtottam, amíg azt vettem észre, hogy más párgában vagyok.
Tizenvalahány éve eltelt, és azóta is bemelegítés nélkül bármikor tudom a spárgát. És pedig azóta már egy pár kilóval nehezebb is vagyok. Hát ugye most nyilván sejtett, hogy egy ilyen könnyed showműsorban vagy, ugye, hogy én most azt fogom mondani, hogy megmutatnád nekünk, Laci. Nem tudom. Melegítés. De ha úgy érzed, hogy most csak így megnyomtunk egy gombot, hát, akkor nem. Na. Szépen köszönjük, foglalj helyet, és a műsor végén még ide vár találkozunk. Ő lesz ma a zenei hab a tortán. Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk Nick Kárpáddal. Keressük az ország legszebb pultos lányát. Ha a vendéglátásban dolgozol, nem mindennapi külsővel rendelkezel, és szeretnéd elvinni a fődíjat, várjuk jelentkezésed. Esti Sóder, az ország legszebb pultos lánya. Hamarosan az RTL Klubben. Hölgyeim és uraim, következő vendégem a világ egyik legerősebb embere, aki olyan gigantikus erővel bír, hogy puszta kézzel képes vasat hajlítani, hát mondjuk egy drótot én is, ő ennél sokkal vastagabbakat, de fő specialitásaként húzott már el fogaival kamiont, hajót és nemrégiben egy hatalmas utasszállító Boeing repülőgépet is. Ma este újabb hajmeresztő produkcióra készült, itt az önök szemelátára, Nick Kárpád! Egy ilyen nagyméretű, jelentékeny ember, ilyen pici kutyákkal, hát egy leheletnyit komikus, nem? Mutatom azt, hogy a szerelmem. A legnagyobb szerelmem, és a világon legjobban szeretem őt. Milyen típusú ő? Tibeti terrierek. Tibeti terrier. Ez viszonylag ritka. Igen, igen. Magyarországon ez nagyon ritka. Hát biztos van még egy pár. Én voltam Tibetben, úgyse sokat láttam. Tehát igaz, hogy egy ágyban is alszanak veled? Mindenképpen a szerelmesek egyben alszanak. A Émike a hátamnál alszik, a Megike a lábamnál, és nekem minden rezdülésemet figyelik, ha éjszakad... És más már nem igen fér a rendszerbe. Így van. Kedves Árpád, azért ezt magam sem tudtam, hogy te azért ezt a foggal való húzást, ezt nem önszántadból kezdted el, hanem neked volt egy izomszakadásod. Igen. Egy autóborításnál a bal bicepszizmom leszakadt, és akkor teljesen kétségbe estem, hiszen akkor a pályafutásom megkérdőlezett, hogy végre be kell fejezni. És akkor én elkezdtem böngészni a Guinness rekordok könyvét. Beszereztem az eddigi évfolyamokat, és nézegettem, hogy mi nem volt milyen, még? Milyen gyakorlat nem volt még. Akkor jött az, hogy mi van akkor, ha nem a testemet teszem a köteleket, hanem beteszem egy számba, egy labdát, gumilabdát beveszek a számba, és úgy hozom el, hát ez sokkal nehezebb. A gumilabda ötlete az honnan jött? Hát az egyszerű, mert a kutyáimnak a játékhoz kell labda, gumilabda. Van egy ilyen bolt, ahol cica, macska, kutyáknak lehet venni eledelt meg labdát, és elmentem keresgélni. És akkor volt különböző gumilabda, kisebb, nagyobb, fogtam, bevettem a számba, rákcsáltam, ez puha, ez szétharapom egy harapásra, és próbálkoztam. Egyszerűen nézd, maga a fiatalember mit csinál? Megkosta a labdát? Milyen kutyának kell? Kiskutyának? Mondom, nem kiskutyának kell, nagykutyának kell, még nagyobb kutyának kell, nekem kell. Ne ügyeskedjen. És mondom, mit csinál maga? Ezt teszi, vagy dobálják magának a labdát? Mondom, dehogy dobálják. És utána már ismertek, hogy jöttek új labdák, jöjjön be, és vittem egy 10-20-at. Ennyi lesz. Térjünk rá egy újabb kalandodra, amiről bejátszásunk is van. Két Anker, én nem is ismerem ezt az Anker, ez milyen repülőgép? Azt hogy tartottad? Ez az Ankergép 1000 lóerős. Nézzük ezt meg, ez itt az Alatoroson. Ez Alatoroson van 2005 augusztusában egy repülős napon, ahol nagyon sok híres, talán mondhatom Besenyei pilóta a világ legjobb. Ő is kulcsaptunk. Igen, ő mutatott be egy régi parádét, és sokan most mások, és itt a két gép, ez a két gép 1000-1000 lóerős, ott állok középpen, ilyenkor már mennek a motorok, és szó szerint a két gép megpróbál... És ez bekerült a Guinnessbe? Igen, föl próbálnak szállni, és én 41 másodpercig tartottam őket vissza. Ehhez az erőléthez elég komolyan kell burkolni. Mennyi kalóriát veszel magadhoz? Behoztam egy kocsit, hogy nézd meg, mit szoktam enni. Eszem egy kicsinkem. Amit nagyon-nagyon szeretek, az szinte minden este a kakaó. És ezen a szar párizsin mit teszel?
Bármit azt még reggel előtt eszem, mikor felkelek, be tudjam venni a gyógyszert. Ja, hogy egyáltalában a bérésben legyen igen, valami alapállapot. És akkor légy olyan kedves, avasd be minket ebbe a produkcióba, amihez itt egyelőre egy láncfűrészt látok. És súly kell ezen majd átdobni a fűrész fölött. Már látom magam előtt, kérlek 18 kiló súlyzó, amit majd fölteszünk a csuklomra, és a fűrész fölött át fogom dobni. De a fűrész az megy közben. Ha nem sikerül, akkor... Hát ilyenkor Máté Kriszta már transz állapotban van. Tehát, vagy hogy hívták a másik, a nálunk is van egy ilyen fókuszos nő. Na most azt megkérhetem, hogy egy kicsikét szeretném, hogy egy picit kipróbálnád. De nem miért édes, hogy egy picit így úgy beszél, mint az elmebetegekkel, mert látja, hogy nem vagyok itt, azt a... Szeretném, Sanyi. Igen. Kezelet nyújts, emeld föl, gyere közel, gyere. Egy kézzel. Meg hát kiejtem. Nem, erősen fogjad. Behurkolom. Erősen. Jó. Fú. Hát ezt, ha nem rakom bele a kezemet, így nem tudtam volna megtartani. De most, hogyha a gépbe van kapcsolva, akkor... Tudod, mi a különbség a láncfűrész és a tanga bugyi között? Nem. Egy rossz mozdulat és két ujjat megy a picsába. Jó. Akkor most lecsön. Mi a különbség? Mi a hasonlóság? Ja? Tartsd ezt a cuccot. Egyébként azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy mi a hasonlóság a tangabugy és a láncfűrész között. Meg ezt nem hallottam, nem. Egy rossz mozdulat és két ujjad megy a picsába. Mindegy, jó? Jó. Akkor most megcsinálj. Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről ez az esti show, mert Fábri Sándorral, Kuzbert Péterrel, Luandával és a Showner Bende. Ma este a legbalvésabb magyar zenész 2005 fanja először az RTL Klubon, itt a Showderben Gáspár Laci. Aztán a világ egyik legerősebb embere és egy soha nem látott Guinness rekord kísérlet. Jön Nick Ártát, és a Showder stand-up színpadán jön a Showder Klub a jövő legnagyobb humorista sztárjaival. Hölgyeim és uraim, az esti Showder budapesti stúdiójában már 174. alkalommal, immár 9. esztendeje, még mindig az ország egyetlen showmestere, Fábri Sándor.
köszönöm az Operett Színház kiváló táncosainak! Köszönjük! Égek az esőben címmel. Hallhattak egy kis betét jelenetet. A mai 174. alkalommal szokásunkhoz híven humor, bombonok, petárdák, labdacsok, rakéták, röppentyűk, nyirrentyűk, sürrentyűk, nyilvessző. Miért nem szólnak, hogy ilyen szó, hogy sürrentyű valószínűleg nincs is? Mindezt nem mondhatjuk el például a betyárkörtéről. Mi lehet az a betyárkörte? Milyen irányba menjünk? Van elképzelés? Elmondom, hogy a betyárkörtének a kiült változata az a labanc tallér. Paksi bogyoró! Ahogy tetszik mondani! Tehát a magyar népnyelvű, ugye, ha esetleg a szőrös segzet partján egy-egy kis szarcsimbók megjelenik, ezt betyárkörtének nevezi. Ennek a kiült lapos változata a labanc tallér. Hát kérem, ennyit a magyar nyelv csodálatos rejtelmeiről. Meggyőződésem, hogy ezt más országok nem tudják, vagy csak nálunk lényegesen kevésbé árnyalt mértékben. Kón beszél a Grünnel. Azt ide figyelj, Grün, üzlet van, küld föl a fiadat. Jó. Kis Grün fölmegy, azt mondja Kón. Hát én már régóta gondolok arra, de most megérett a helyzet. Itt van az én lányom, a Ráhel, el kéne venni feleségül. Azt mondja, ne, Kómbát, de nem, hát annyira csúnya, hogy mikor megszületett Kómbátyám, és hónapokig csak egy bottal merte piszkálni. Some action, but like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My dress is fresh, and I'm looking deaf. Young stuff, but I love to see. The girls are all shocking. Köszönjük szépen, és most következik az élő irat megsemmisítő Nick Árpád Guinness javító kísérlete, ugye 1400 egy néhány oldal után 1900 oldal. Felhergeljelek? Igen, könyvet hozzád is. De megalázzalak az előttan? És a pofozzál föl, hogy ismered meg. De! Mi? Ezt eltéped? Te nokedli! Te! Eltéped! Te! Kikapla! Nagyszerű volt! Hát miközben esetleg sokan már a kedves nézők közül azt gondolják, hogy itt a vége a dolognak, azt kell, hogy mondjuk, hogy a java csak ezután jön. Most kérlek szépen, azt az autót fogod eltolni egy... De átadom neked a szót. Vigyétem a kakót. Hölgyeim és uraim! Árpi kifújja magát, és csak annyit kérdez, vihetem a kakaót. Most következik! Egy újabb világszám, amelyben Nick Árpád barátunk egy gépkocsittól el, nem akármilyen eszközökkel. Árpi, le fogod venni a trikódat, hogy látszod a felső tested? Igen. Ezt a kocsi szeretném úgy eltolni, hogy a trikót, ha levettem a mellkasomhoz, hozzáfeszítek egy kardnak a hegyét, és a kardnak a markolatát, tehát pedig a kocsinak az órához teszem, és beledölök a kardba. Nem fog behorpadni, Árpi? Nem.
kicsikét fölfelé tolom. Ez nem ment. Jó, ezt le kéne venni, jó? Igen, segítsen? Igen, segítsen fel. Gyere! Megvillantjuk ezt a csodálatos felső testet. Hopp! Ilyenkor vedd föl ezt meg. Miért kell a sárga sapka? A szemembe sül a lámpa is, szavar. Ja, értem. Só elem. Itt ez a kard, Sándor, nézd meg. Jó, én most már innen nem humorizálok, mert ami következik, az nem tréfa. Hát a kardnak a hegyét a mellkasomhoz fogom tenni. Ez egy éles penge, tehát szúr. És bele fogok dőlni a karba, és eltom a kocsit egy 2-3 métert. Várjál, majd én jó, megszúrom őket. Jó, jaj, megszúrlak. És kérlek szépen, Sándor. Na? Sándor. Már látom a bulvársajtó főcímét. Karddal szurdossa a nézőket a szadista műsorvezető, az önmagából kivetkőzött pervers disznó. De én most már én nem humorizálok, gyerekek, én visszavonulok, mert azért ennek úgy érzem, hogy azért van rizikója. Akkor most ezt szeretném megcsinálni. Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb showműsorát látják. Jó szórakozást kívánok! És most az RTL Klubon Budapestről ez az esti showder Fábri Sándorral, Kuzbert Péterrel, Luandával és a showder Bente. Ma este a legkalvésabb magyar zenész 2005 hangja először az RTL Klubon, itt a showderben Gáspár Laci. Aztán a világ egyik legerősebb embere és egy soha nem látott Guinness rekord kísérlet. Jön Nick Hattat, és a Schroeder stand-up színpadán jön a Schroeder Club a jövő legnagyobb humorista sztárjaival. Hölgyeim és uraim, az esti Schroeder budapesti stúdiójában már 174. alkalommal, immár 9. esztendeje, még mindig az ország egyetlen showmestere, Fábri Sándor. Önök az Égek az esőben címmel
Hallhattak egy kis betét jelenetet? A mai 174. alkalommal szokásunkhoz híven humor, bombonok, petárdák, labdacsok, rakéták, röppentyűk, nyirrentyűk, sürrentyűk, nyilvessző. Miért nem szólnak, hogy ilyen szó, hogy sürrentyű valószínűleg nincs is? Mindezt nem mondhatjuk el például a betyárkörtéről. Mi lehet az a betyárkörte? Milyen irányba menjünk? Van elképzelés? Elmondom, hogy a betyárkörtének a kiült változata az a labanc tallér. Paksi bogyoró! Ahogy tetszik mondani! Tehát a magyar népnyelv, ugye, ha esetleg a szőrös segzet partján egy-egy kis szarcsimbók megjelenik, ezt betyárkörtének nevezi. Ennek a kiült lapos változata a labanc tallér. Hát kérem, ennyit a magyar nyelv csodálatos rejtelmeiről. Meggyőződésem, hogy ezt más országok nem tudják, vagy csak nálunk lényegesen kevésbé árnyalt mértékben. Kón beszél a Grünnel. Azt ide figyelj, Grün, üzlet van, küld föl a fiadat. Jó. Sporttagsági igazolványban fényképet, és ő olyan képet hozott, amin így mosolyogva áll a karácsonyfa mellett. És hát családom látta, hogy nem kéne barátkozni a sráccal. Menni akartunk moziba, kisrácok voltunk, engem nem engedtek el. Azt mondta Kisbata, így hívták még. Majd én elintézem, ne aggódj, Dénes. Becsöngetett, és odaszólt nagyanyámnak. Csókolom, legyen szíves már elengedni a Dénes moziba, ne tessék már gecizni. Végül is otthon maradtam. Nem volt mozi. És előbb-utóbb én megtalálom a közös nevezőt mindenkivel, de vele nagyon nehéz beszélgetni. Kérsz-e tőlem, hogy jössz holnap edzésre? Mondom, holnap nem. Nem jössz? Mondom, várj csak, holnap hétfő megyek. Jössz? Hát pont annyira lepődött meg mind a két változatom. És azóta is azon töröm a fejem, hogy mi lett volna a helyes válasz az ő szemszögéből. Jössz holnap edzésre? Holnap már voltam. Jó. És akkor gördül tovább a párbeszéd. Az egész család ilyen, a faterja a legnagyobb guru. Annyit mindenképpen mondok róla, hogy gyerekkoromban az öreg batától tanultam meg, hogy nyáron a nappalok a hőtágulástól hosszabbak. Na most ő hát szeret ide lozgatni, saját magát antik alkoholistának vallja. És hát ha iszik, akkor lelassul, elfárad, és minél többet iszik, annál inkább lelassul, és meg tudja csinálni a kocsmából hazafelé jövet este, elmegy úgy a házunk között, hogy a mozgás érzékelős lámpa nem kapcsol be. A kedvenc történetem az öreg batával, mikor mesélte, olvasott egy újságcikket, miszerint egy űrhajóban egereket találtak. Ezek bemásztak mi a kilövés előtt, és ott mindenféle bajt okozhatnak, úgyhogy ki kell őket fogni, ahogy ő mondta. Az űrhősök nem tudják, úgyhogy most űrszondával macskát küldenek fel. És azt mondta, hogy macskát küldenek fel űrszondával, nem rendesek, ezek bolondok, bálnak, bolondok. Hát a súlytalanságban az egerek régen repülnek. Nem macska ki oda, hanem sas! És hát mindig megtalálom ezeket az embereket. Életem legfurcsább figurájával 3 évig laktam együtt egy kollégium szobában. Ő egy ilyen melankólikus, mindig fáradt, mindig beteg figura. Ilyen bajai voltak, hogy viszkerett a vesélye. Egyszer azt állította magáról, hogy hallja, ahogy néz. Na most az borzasztó volt, hogy próbálgatta jobbra, balra, közel, távolra. Szörnyű, szörnyű. És egy hosszú hétvége után kérdeztem tőle, hogy mit csináltál hétvégén. És azt mondja, szarul voltam. Neki ez program volt. Van egy elmélete, mert azóta is kitart mellette. Az elmélete szerint Julianus barát meleg volt. Egyszerűen... És azzal magyarázta, hogy hát benne van a nevében. Ánusz barát öcsi. És tőle szokatlan módon berontott a kollégium szobába, fel volt pörögve, azt mondta, öcsém, majdnem elgázolt egy autó, alig tudtam elugrani előle, de még így is az egyik kereke átment a cipőm orrán. És mondom, mi történt? Fáj, vagy vérzik, vagy eltört, vagy mi van? Hát az a szerencse, hogy pont be voltak húzva a lábujjaim. Na, egy kicsit közéletről is hagy beszéljek. Hát túléltük ezt a március 15-öt.
Már nem is emlékszünk rá szerintem. Tehát kéne valami, ami fölpesdíteni az egészet, én azt mondom, az lenne a jó, hogyha a politikusok is kapnának olyan neveket, mint a sztárok. Az énekeseknek vannak ilyen cipő, meg vitamin, meg moha, meg csipa. Hát az nagyon jó. Csipa. És akkor a hírek sokkal érdekesebb lenne, hogy az infláció növekedése nagymértékben nehezíti a konvergencia program megvalósítását. Jelentette ki éves értékelőbeszédében Fika. Itt ez a Kaiser ügy. Hát kihozták a maximumot belőle, én azt mondom. Tehát ez volt a csúcspont sokak szerint. Szerintem a Kaiser ügy csúcspontja az az volt, amikor még javában ülte az életfogytig tartó szabadság vesztését, ami ugye nem mérsékelhető. Tehát ő élve elvileg onnan nem jöhet ki, akkor még ez volt a helyzet. És a hírekben bemondták, hogy Kaiser Edét a bíróság egy korábbi bűnténye miatt további 1 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte. És elképzelem szegény Kaisert, amikor meghallja. Nem hiszem, öcsi. Még 1,5 év. 30-40 év múlva talán meghalok, és még itt tartanak 1,5 évig. De hogy a jogászok hogy képzelik? Hogy mondjuk amikor már öreg és beteges és várható, hogy meghal, akkor egy orvoscsoport figyeli, és amikor meghal, rárontanak, újraélesztik, kis csávú, nem mész sehova, még 1 év 6 hónap. Ha tévét nézek, akkor abszolút haszontalan műsorokat nézek, főleg reklámokat, meg főzőműsort. A főzőműsor az azért haszontalan szerintem, nem lehet főzőműsorból főzni. A legegyszerűbb élelmiszerekhez vagy ételekhez is olyan alapanyagok kellenek, ami nincs is otthon. Tehát Stály Juditnál figyeltem meg, paprikás krumplihoz is kell ilyen, hogy kurkuma, bazsalikom, kakukkfű, meg zöld citrom. Zöld citrom az mindenbe kell, egy reszelésnyi. Egy reszelésnyi kell bele, hát ezt a mértékegységet én nem ismerem. És különben is, ha nincs reszelőd, cseszheted az egészet. Nem lesz paprikás krumpli, nincs főzőcske. És ami még legyen otthon, az a balzsamecet. Az is kell mindenbe, jó, ha van. Szintén Stáblit mondta. Öntsünk a salátára egy kis balzsamecetet. Balzsamecetet használjunk, ezt a karamelles, lágy, simogató ecetet, ne azt a durva maró ecetet. És nem tudom, nekem az ecet az ecet. Tehát a karamelles, lágy, simogató ecet, az nekem olyan, mint egy jó leső reggeli frissítő bélcsavarodás. Hát most nagy kedvencem a reklámok. Sokszor már a termék önmagában katasztrófa. Bevásárló központban láttam ilyen terméket, hogy elektromos fogkefe 20 másodperces memóriával. Az micsoda? Hogy lehet sértegetni, köcsök kis szemét, fogkefe majom. Úgy is elfelejti. Ha meg valaki 20 másodpercenként mos fogat, megérdemli, hogy rossz legyen a fogkefével, nem? Tehát aztán reklámokba sietni kell, drága az idő. Van ez a WC illatosító tisztító gél. Hát ez így indult, most már csak WC gél. Az nekem olyan furcsa, WC gél. Én azért nem adnék pénzt. Tehát én azt mondom, hogy egy ideig nem figyelek a WC-re, és akkor az úgy nő. Az úgy lesz. Az úgy lesz. Akkor van ilyen, ez most egy új dolog. Sajt, -50% zsírtartalommal. Hát abban antizsír van. Benyomok 4 kilót, és lefogytam 2-t. Elvonja a zsírt, nem? Aztán, ami nagyon jó, ezt talán hölgyek jobban tudják, szempilla spirál, Air Max, antigravitációs technológiával. A könnyedebb pillákért. És én azt mondom, felelőtlenség kidolgozni egy ilyen terméket, szerintem a mérnökök fix gravitációs mezővel dolgoztak. Mi van, ha a hölgy kisebb gravitációs térbe kerül? Mondjuk a Holdra. Hát felakadnak a szemei. Nem tud pislogni a szerencsétlen. Mi lesz vele? Na és a fő kedvencem, ez a termék neve, itt a kulcs. Barkács áruházban láttam, tehát nem márkanév a termék neve, Hobby Beton. Nem tudom, hogy milyen réteget céloztak meg ezzel a termékkel, hogy hello, szia, neked mi a hobbid? Hú, várjál már, nem is tudom, talán a beton.
Hát igen, amikor úgy unom magam, akkor betonozgatok, de már mindenki utál, mert tiszta beton az egész környék. Köszönöm szépen a figyelmet. Megdédes, köszönjük szépen! Megdédes. Köszönöm. Benk Dénes látták, köszönjük szépen, most némi kis reklám következik, mi pedig azonnal folytatjuk Gáspár Lacival. Gáspár Laci harmadik most megjelent, és mégis forog a Föld című albumának címadó dala következik. Fogadják szeretettel Gáspár Lacit és zenekarát!
Köszönjük szépen! Köszönöm vendégeimnek, Gáspár Lacinak és zenekarának, Nick Kárpádnak, valamint Beng Dénesnek, amint mondani szoktuk, hogy jelenlétükkel emelték a mai est fényét. Önöknek köszönöm, hogy a mai estét is velünk töltötték. Igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. Most aludjanak, jól álmodjanak, szépeket, kezeket, naná, hogy a paplan fölé éljenek a csajok, és továbbra se próbáljanak meg mosatlan gyümölcslevet inni. Soha el ne feledjék, hogy Beethoven a zene mozgatja. Jó éjszakát, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb showműsora, az Esti Showder 174. adását látták. Köszönjük, hogy ismét minket választottak. Jó éjszakát kívánunk!